A magyar futballban csak az NB1-es csapatok számára engedélyezte a tétmeccseket a szövetség a könnyítések után, az alacsonyabb osztályú együtteseknek maradtak az edzések, edzőmeccsek vagy a teljes leállás. Az egyetlen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei NB3-as gárda, a Sényű, a negyedik helyen állt a keleti csoportban, amikor a bajnokságok felfüggesztéséről döntöttek, úgy, hogy tavasszal mindössze egy bajnokit játszhattak kapacináik. Így a vezetők úgy döntöttek, ha pótolni nem is tudják az elmaradt meccseket, legalább a játékosoknak jusson némi mérkőzés élmény, ezért 5 találkozón lépett pályára a Sényű az elmúlt hetekben. Mindenképpen nagyon hasznos volt ez az 5 hét. Ugye május elejétől edzettünk most június első hetig. Belesűrítettünk 5 edzőmérkőzést is. A Sparival játszottunk 2-szer, Hajdúszoboszlóval, Újfélttől, valamint a zárásként a Kisvárda 2-vel. Hát ezek ugye azért is voltak jók, mert legalább a kimaradt időszakból egy kicsit a futballal kapcsolatos dolgok visszajöttek a játékosokba, valamint erőgyűjtés szempontjából is teljesen jó célt szolgált, úgyhogy így most a leállás után nem teljesen nulláról fogjuk kezdeni az alapozást. A csapatot továbbra is a Fiumei Viktor Imrő László edzőpáros irányítja. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal sem várható nagy játékos mozgás, távozója nincs a csapatnak. 2 új futballista lesz ott a felkészülés kezdetén, Schmidt Péter Vásárosnaményból, Orosz Máté pedig Tiszaújvárosból érkezett Sényűre. Nem bizonyul súlyosnak Kapaszina Valér utolsó edzőmeccsen elszenvedett sérülése, így a támadó a második harmadik héten már bekapcsolódhat a munkába. 29-én kezdődik az alapozásunk, az első héten egy edzés lesz, második-harmadik héten napi 2 edzésre készülünk, utána visszaállunk az egy edzésre, edzőmérkőzések le vannak kötve. Újfehértóval játszunk edzőmérkőzést, Cigánddal játszunk edzőmérkőzést, Ibránnyal játszunk edzőmérkőzést, Tájával, Kazincz Balcikával és a Nyíregyháza Spartakusszal, illetve augusztus 1-jére le van kötve a DVTK 2-vel egy edzőmérkőzésünk, ez még kérdőjeles, hiszen nem tudjuk, mikor kezdődik pontosan a bajnokság. Nem csak a bajnoki kezdés időpontja, hanem a mezőny összetétele sem ismert, ugyanis amennyiben a Kisvárda benn marad az NB1-ben, a klub második csapatát az NB3 keleti csoportjában indíthatja majd.